A kifejlett szúnyogok elleni védekezés a települések belterületén történik. A kezelések pontos időpontja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az idei évben két darab szúnyoggyérítés volt már a település területén. Mindegyik a katasztrófavédelem által támogatott szúnyogírtás volt. Igény szerint zajlanak ezek a szúnyogírtások, a Tiszatavi térség jelzése alapján szoktak megvalósulni, tehát a 10 település magába foglaló térségnél igény szerinti szúnyoggyérítés zajlik. Ezen felül szabadon ugye a város, a település igény szerint szokott még megvalósítani egy eseti jellegű szúnyoggyérítéseket. Zömmel a turisztikai főszezonban nyilván időjárás, csapadékosabb időjárás függvényében szokott több lenni, vagy valamilyen városi rendezvény előtt. Az esős, szeles idő miatt esetleg elmaradó permetezésre a meghirdetett pótnapokon jellemzően az elmaradt gyérítés követő két munkanapon belül kerül sor. Földi szúnyogírtás zajlik, ugye jogszabályi határozás alapján most már a földi szúnyogírtás az, ami használható a települések területén. Itt akkor a szúnyogírtás időpontjáról mindig kiértesítjük a településen tevékenykedő méhészeket, hogy ők tudjanak készülni a belterületen szúnyoggyérítéssel érintett területeken a méhek elzárására. És a napnyugta, napszállta utáni órákban jellemzően 9 óra után szokott megvalósulni a szúnyoggyérítés. A változékony, gyakran esős időjárás több területen hoz létre a szúnyoglárvák számára ideális élőhelyeket. Este felé körülbelül olyan 7 óra, 8 óra felé jelennek meg, 10 órakor abban marad minden. Tehát tulajdonképpen úgy nagy bajom nincs velük. Szújni kell az embernek sprével magát, aztán kész. De úgy hallottam, hogy különben permetezték. Úgyhogy itt most napközben ugye nincs. A fűbe az ember bemegy, a bozótosba, akkor ott találkozik vele, de hajnalban csak, vagy pedig késő este. A legjelentősebb szúnyogártalom általában a folyókmenti településeken alakul ki, de az esőzések miatt máshol is lehet szúnyogártalom. Tavaly is nagyon sok volt, annyi, hogy egyszerűen nem lehet tőlük még nappal sem megmaradni. Mert van, hogyha az ember odaér egy kis hűvösre, akkor biztos, hogy meg egyből rámennek, meglepik. Este meg 11-ig, csak úgy lehet, hogy lekenjünk magunkat kenőcsel, vagy azzal a szúnyoghálóval, azzal a ilyen méhészhálóval, azt szoktunk a fejünkre tenni, akkor úgy még el lehet viselni, de amúgy nem. Nadrágon is csíp keresztül minden, sőt harapnak, nagyon sokan. A nagyobb tenyészőhelyeket folyamatosan vizsgálják a katasztrófavédelem által felkért szakértők, ahol lehetséges, ott a lárvák számát csökkentő biológiai beavatkozást alkalmazzák. A csapadékos időjárás miatt az eddiginél is fontosabb felszámolni a lakó környezetünkben megtalálható kis vizeket. Egy vízzel teli virágcserépben, madárítatóban, gumiabroncsban 1000 számra képesek megjelenni a csípőszúnyogok lárvái, amelyek egy hét alatt ki is fejlődnek.